Szeretettel köszöntöm Önöket! Mai vendégem, példaképem Bogdán György, pedagógus, tanító. Remélem jól mondtam, Gyuri, szia! Üdvözöllek! Szervusz, Lajos, üdvözöllek! Tehát akkor tanító vagy. Igen, tanító vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a műsorba. Régi vágyam volt, hogy itt legyél. Mondtam is már hónapokkal ezelőtt, hogy szeretném, hogyha egyszer elfogadnád a meghívást ebben a műsorban. Igaz, hogy egyik legfiatalabb példaképen vagy, de attól függetlenül példaképen vagy. Felsőfokú végzettséggel rendelkezel, tanítóként dolgozol, és megadatott neked ez a lehetőség, hogy a legfiatalabbak szemléletformálásában, oktatásában részt vehetsz. Azt gondolom, ez pedig az egyik legnagyobb dolog, ami egy cigány embernek megadatik. Honnan indult ez a pálya? Egy kicsit a településedről, családodról, szűk környezetedről kéne beszélni. Hát igen, tulajdonképpen ez a terv, vagy ez a gondolat, hogy belőlem pedagógus legyen, ez édesapám egyik nagy vágya volt, mert ő volt az, aki azt mondta, hogy kisfiam, szeretném, hogyha te belőled lenne valaki, és a te kenyeredet azt nem munkásnadrágban keresnéd, hanem csinos öltözékben. És valahol így apu szerette volna ezt, hogy én ez legyek. És gyerekkoromban én nem ezt szerettem volna lenni. Uh-huh. Nekem volt mindenféle vágyam, ügyvédtől kezdve minden, de álmomban nem gondoltam volna azt, hogy én pedagógus leszek. Végzettség szempontjában milyen mintákkal találkoztál? Volt esetleg közép vagy felsőfokú végzettség a családban, szűk környezetedben? Hát azt kell mondjam, hogy a szűk környezetben nem igazán. Tehát sem érettségizett, sem felsőfokú végzettséggel rendelkező rokon nem igazán volt a családban. Tehát ez egy új keretű volt, hogy nekem ezt a képesítést sikerült megszereznem. Tehát rád nem az a séma volt jellemző, mint sok más családban, az a beidegződés van, hogy minek ez a felsőfokú végzettség, hagyd a csodába, mennyi, tanul egy jó szakmát, aztán csináld a dolgot, hanem már annak ellenére, hogy a szülei nem voltak magasan képzettek, mégis szerették volna, hogy te az legyél. Így van. Na most ebben a gondolatban úgymond, nagyon nagy szerepet játszott a középiskolai tanulmányom, a Pécsi Gandhi Gimnázium, oda sikerült bejutnom. Bátai származású vagyok, és hát én ott végeztem el az általános iskolát, ott nőttem fel. Hát egészen 16 éves koromig én ott éltem, jelenleg most a Faddon lakom. Mióta élsz Faddon? 13 éve. 13 éve. Már ugye elköltöztünk, és hát tulajdonképpen a Gandhiba, amikor bekerültem, ott már láttam azt, hogy olyan fiatalok vesznek körül, akiknek igenis konkrét céljaik vannak az életben, és tudtam azt, hogy aki onnan ki fog kerülni érettségével a kezében, az majd igenis kezd magával valamit. Hát velem is ez történt. 2001-től 2005-ig én oda jártam, ott érettségiztem, és hát utána nyertem ugye felvételt a szexuális tanítóképzőre. Tanítóképzőbe. Picit előre szaladtunk, mert hogy ismerlek és hogy tudom, nem feltétlenül volt ez ennyire egyenes ez az út, hogy aztán végül is belőled egy gyakorló pedagógus legyen. Hát igen, így van. Hát igen, tehát szegény családból származtunk, tehát édesapám TS dolgozó volt, úgymond a TS tartott el minket. Édesanyám alkalmi munkákból élt, Varodában dolgozott itt-ott, tehát ahogy tudtuk, ugye eltartottuk magunkat, de azt kell mondani, hogy nagy boldogság volt. Tehát a mi gyermekkorunk a nővéremmel egy igen boldog gyermekkor volt. Tehát ketten vagytok? Igen, ketten vagyunk testvérek. Ő már ugye nem él velünk, külföldön él. De attól függetlenül azt gondolom, hogy boldog gyermekkora volt lent Bátán, és hát minden ugye oda köt. És hatodik osztályos voltam, hogyha visszaemlékszem, és eljött két nagyon szép pedagógus Pécsről, és azt mondták, hogy nekem egy tesztet kell írnom. Hát azt se tudtam, hogy miről van akkor még szó. Megírtuk ezt a tesztet, jól sikerült, és hát azt mondták, hogy esetleg megkérdezték tőlem, hogy lenne esetleg kedvem elmenni a Gandhi Gimnáziumnak a nyári táborába. Mondtam, hogy igen. Tehát akkor ezek toborzó pedagógusok voltak a Gandhiban. Abszolút, így van, és eljöttek hozzánk, kijöttek ugye házhoz, beszéltek a szülőkkel, ugye hát amiknak nagyon tetszett ez az ötlet. És akkor elmentem, ez 98-ban volt, ha jól emlékszem, és akkor én elmentem akkor Pécsre erre a táborba, és hát akkor még nagyon fiatal voltam. És hazajöttem jó élményekkel, de viszont én azt mondtam édesanyámnak, hogy anyukám, nekem ez még valahogy nem, én még ez fiatal vagyok, én szeretném befejezni itt Bátán a 8. osztályt, ezt szeretném végezni, és majd utána, hogyha úgy jön, akkor mindenképpen felvételiznék Pécsre.
ez így is történt. Uh-huh. Tehát 8. után sikerült felvételt nyernem Pécsre. Egyébként jó ezt hallani, mert abban az időszakban, a kezdeti szakaszban a Gandhi tulajdonképpen azt tette, amit az ember igazából az oktatási intézményektől, az egyházaktól és minden más közektől, hivatali közektől elvár, hogy egy kicsit menjen le az egyszerű emberek közé. Tehát, hogy igenis járják a településeket, toborozzanak, ismerjék meg a családokat, és én magam is nagyon sok embertől hallottam azt, hogy annak idején ezt a Gandhi megtette, hogy igenis nem resteltek, nem voltak lusták kimenni kis településekre, és nem csak Tolna, Somogy, Baranya, hanem az egész országban jártak a vidéket, és hozzád hasonló tehetséges fiatalokat, gyerekeket gyűjtöttek össze, akinek egy jó része aztán valóban a felsoktatásba kötött ki. Volt időszak, amikor abban is gondolkodtál, hogy esetleg a felsőoktatáson kívül más irányba mész, aztán amikor végül is meglett a felsőfokú végzettséged, még akkor is volt arra szansz, hogy esetleg más pályán fogsz mozogni a munkavilágában. Ezekről egy kicsit kéne beszélni, ezekről a kitérőkről. Igen. Hát igen, sajnos ilyen is volt az életemben, uh-huh. Tehát 2005-től 2009-ig sikerült ugye elvégeznem ugye a tanítóképzőt, uh-huh. Eredményesen diplomáztam, és utána ugye kijön az ember a főiskoláról, és szembesül azzal, hogy tele van tudásvággyal és fel van vértezve, de ez akkor valahogy nem úgy volt, mert hát nem sikerült elhelyezkednem, mint tanító, uh-huh. És ez úgy valahogy úgy visszavetett, tehát úgy egy kicsit csalódás volt, meg azzal szembesülni, hogy igenis nagy a munkanélküliség, főleg itt lent vidéken, ugye Dél-Dunántúlon is. És volt egy olyan elhatározás bennem, hogy megpróbálok szakmát tanulni. Uh-huh. És ezáltal sikerült hegesztőként uh-huh. végeznem, de aztán hamar rájöttem, hogy hozzám a fizikai munka az annyira nem fog közel állni, és hát onnan föntről az égiek valahogy úgy gondolták, hogy nekem mégis a tanítói pályán kell maradnom, vagy jutnom, és egy váratlan telefon során uh-huh. felhívtak, hogy van egy üresedő állás. Én akkor szerettem volna hegesztő lenni, de akkor azt mondtam, hogy nem, akkor itt állj, én nem a semmiért tanultam 4 évet a főiskolán, és akkor maradjon az oktatás. És hát tulajdonképpen akkor 2014-ben sikerült elhelyezkednem Faddon nálunk, uh-huh. mint tanító. Uh-huh. Mikor végeztél? Én 2009-ben végeztem. 2009-ben? Igen. És az első komolyabb szakmádba vágó munka akkor az 2014-ben érkezett meg? Hát, hogyha azt veszük, akkor igen, mint főállás, viszont előtte dolgoztam a tanoda programban, uh-huh. itt Szekszárdon egy ideig. Ott is ugye gyerekekkel foglalkoztunk, uh-huh. de hát az mégsem ugyanaz a közeg, mint amit egy általános iskola biztosít. Egy gyakorló pedagógus. Persze, uh-huh. abszolút. Szeretném, hogyha beszélni nekem azokról az emberekről, azokról a mérföldkövekről, és az, hogy családtól kezdve lehet az általános iskola, középiskola, főiskola. Tehát, hogy kik voltak azok a személyek, akik vagy nagyon jó irányba próbáltak terelni, és hatással voltak rád, és esetleg lehet negatív példákat is, amik esetleg le akartak terelni az útról. Tehát, hogy így a mérföldkövek pozitív és negatív előjellel, hogy kik voltak, vagy milyen élethelyzetek voltak, amik esetleg le akartak téríteni az útról. Ha visszagondolok általános iskolára, nekem is szegényt Isten nyugosztalja, uh-huh. nagy példaképen volt az akkori földrajztanárom, Péter Albert tanár úr, uh-huh. és volt egy olyan vágyam, hogy én földrajztanári szakra uh-huh. megyek, és én nagyon szerettem a földrajzt. Uh-huh. Tehát ő mindig egy olyan motiváló személy volt előttem, akire mindig fel lehetett nézni. Ő volt az egyik személy, aztán nagyon sokat segített még a volt osztályfőnökön, felsős osztályfőnökön Bátán, illetve középiskolában volt történelem tanárunk. Uh-huh. Tehát ő volt az úgymond a kollégiumi második anyánk, aki úgy szeretett minket, mint a gyerekeit. Tehát ő volt az, akihez mindenben fordulhattunk, és mindenről volt véleménye, tehát a politikától kezdve a közéleten át mindenre volt válasza. Tehát ő volt egy olyan meghatározó, igenis, hogy menjetek tovább, és csináljátok, és nem szabad erről az útról letérni. Uh-huh. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e negatív élményed, ami esetleg a származásodból fakadt. Tehát egy érdekes olyan impulzusok, ami arra irányult, hogy diszkriminációért volna. Na most lehet a munkavilág, az oktatás, vagy bármi. Igen. Általános iskolában nem igazán, mert
visszagondolok, az osztályban nagyon jó baráti közösség volt. Tehát ez nem volt úgy kiélezve az, hogy te most ez vagy az vagy. Ketten voltunk cigányok az osztályban, és ez ugye elfogadott volt. Uh-huh. Tehát nem volt különbség téve. Hát eleve a középiskolában ott nem, mert ugye cigány közeg, hát ugye főként ugye cigány fiatalok, ilyen ott nem volt. Főiskolán sem, mert tulajdonképpen ott viszont nagyon kevés volt a fiú. Uh-huh. És az a kevés fiú inkább ugye a fénypontban volt, mint hogy megkülönböztessék, uh-huh. Tehát ott is egy nagyon-nagyon jó közösségben sikerült tanulnom. Hát a munkavilágában igen, amikor az ember ugye próbálkozott, ugye elment állásinterjúkra, beadtam az önéletrajzot, nem kaptam vissza választ, fölhívtam telefonon, elnézést, betelt, stb. Holott tudtam, hogy a másikat fölvették, volt ilyen. Szembesülni kell vele, így van. Tehát először az ember ezt nem tudja elképzelni, mert hallja. De amikor saját bőrödön tapasztalod azt, hogy ez valóban így van, akkor úgy kicsit ugye ez ugye elgondolkodtat. Tehát a munkavilágában tapasztaltam azt, hogy igen, tehát valahol a vezetéknévtől úgy tartanak. Aztán hála jó Istennek, akkor évbe értél, mondhatjuk. Kicsit a jelenlegi munkádról kéne beszélni. Igen, mint ahogy ezt mondtam is, 2 éve tanítok faddon. Osztályfőnök vagyok jelenleg, negyedik osztályban tanítok, ez illetve igen. Harmadik osztályban így van. A főszakom az testnevelés, de alsóban ugye mindent taníthatok. Nagyon-nagyon szeretem, ezzel szeretnék majd tovább menni. Mindenképpen meg szeretném csinálni az egyetemi kiegészítést, ez egy fő szempont, egy cél mindenképpen. Illetve az iskolában a mindennapos testnevelés keretében van nálunk néptáncoktatás. És a heti 5 testnevelés órából felmenő rendszerben az alsós gyerekek néptáncolnak. És hát ugye ebben szeretnék ugye aktívan részt venni, nem csak azért, mert es is vagyok, hanem mert jelenleg is gyerekkoromtól aktívan néptáncolok. Ez is egy olyan mérföldkő, és most vagyok túl a pedagógus életpályának a minősítésén, mert gyakornok pozícióból, ez 2 év után van, most sikerült pedagógus egy fokozatba lépnem, úgyhogy ez egy nagy szó. Gratulálok. Köszönöm szépen, úgyhogy örülök neki, hogy ez. Hogy érzed magad a kollégáid között, gyerekek között? A gyerekek viszonylag hamar elfogadtak, mert alsóban csak én vagyok kolléga, felsőben van 3 kolléga, illetve 4 fejlesztő pedagógussal együtt, de a gyerekek hamar elfogadtak, hála Istennek. Tehát az a közvetlenség, amit ugye sugárzok feléjük, meg a szeretet, meg az elfogadás, az mindig meghálálja magát. És bármikor oda jöhetnek hozzám, megölelnek, fordulhatnak hozzám, beszélgetek velük, úgyhogy hála Istennek szeretnek a gyerekek. Kollégákkal ugye sikerül szót értenem hamar, mert a külső gyakorlatomat, amikor még ugye ide jártam Szekszárdra, ugye ott végeztem, és hát azért nagyjából engem ismertek. Tehát olyan sok kollégával nem kellett megismerkedni, mert tudták, hogy ki vagyok. Úgyhogy hála Istennek ez a kapcsolat, ez még most is fent áll. Igen, szóba hozod a néptáncot. Közösségi tevékenységedről kéne beszélni. Régebben milyen közösségi tevékenységed volt, illetve jelenleg milyen közösségi tevékenységet folytatsz? Ebben lehet közéleti, sport, tánc, tehát bármi. Igen, tehát ahogy mondtam is nektek, tehát gyerekkoromtól fogva ugye a néptánc az, ami vezérel és a szívügyem. Ez oda nyúlik vissza, hogy édesapám tambura zenekarban játszott, majdnem 3 évtizeden keresztül Bátán. Tehát nekem ő volt egy példakép, és hát ugye a zenének meg a táncnak a szeretete az tulajdonképpen innen ered. És hát Bátán kezdtem ugye táncolni, ezt hála Istennek még ugye most is művelem Sárpölésen, úgyhogy nekem ez egy külön szívügy, de a zene is, mert... A Sárpölési Együttesben táncolsz? Igen, a Sárpölési Tánc Együttesben táncolok, most már lassan 2 éve. Nagyon-nagyon jó a közösség, nagyon-nagyon szeretem őket, befogadtak, szeretnek, meg tényleg egy családias környezet abszolút. De mellette táncoltam máshol is, de köztük találtam meg azt a közeget, ami úgy nekem megfelel. Úgy tudom, hogy régebben voltak olyan szakmai műhelyek, ahova nagyon szívesen jártál el, és találkoztál más hozzád hasonló fiatalokkal, ambiciózus fiatalokkal, erről kéne egy kicsit mesélni. Igen, hát ez a kezdeményezés, ez még 2005-re nyúlik vissza. Én akkor kezdtem a főiskolát, és akkor volt egy olyan megkeresés a részünkről, akik a Gandhi Gimnázium utolsó évében részt vettek egy érettségi előkészítőben, ezeket a cigány fiatalokat, kijártunk akkor a Pécsi Egyetemre, és a választott tantárgyból nekem ugye földrajz volt, abból ugye részesültünk egy felkészítésben, profi tanároktól,
És ezeket a cigány fiatalokat úgy gondolták az ország minden területéről, hogy felhívják egy szakmai műhelybe Budapestre. Ez 2005. október 22-én volt, ha jól emlékszem. És akkor láttam azt, hogy rajtam kívül milyen sok cigány fiatal van, aki más területről jön, más tanul, és hát igen okos emberek. Uh-huh. Egy nagyon jó közeg bontakozott ki, mert hamar elfogadtuk egymást, és ezekkel az emberekkel még úgy tartogatom a kapcsolatot. Uh-huh. Ez egy olyan közeg volt, ami keresztény értékek mentén jött létre, és próbáltunk egy olyan közeget létrehozni, ami úgymond értelmes emberekből áll, akkor még nem értelmiségiek voltunk, mert mindannyian főiskolára, egyetemre jártunk. Igen. De minden esetre értelmes emberek voltak. Igen, minden esetre értelmes emberek voltak, hála Istennek, nagyon szép kezdeményezés volt. És próbáltunk olyan dolgokról beszélni, amikben a hétköznapokról nem beszélünk. Uh-huh. Legyen az egészség, legyen az oktatás, legyen a szociális szféra, bármi. Uh-huh. És volt alkalmunk olyan közéleti személyiségekkel találkozni, akik nevesek, most legyen az többségi, legyen az kisebbségi, mindegy, de olyan példaképekkel sikerült találkoznunk, akik most is még a közéletben aktívak. Uh-huh. Költők, írók, színészek, rendezők, szóval volt olyan példakép előttünk, akik még most is ugye közéletben szerepelnek. A műsor vége előtt még szeretném, hogyha azért a céljaidról egy picit beszélnél. Tudom, most jelen állás szerint tanítasz, készülsz arra, hogy esetleg még fejlődj szakmailag, de ezen kívül vagy a pályához, vagy a pályán kívüli tevékenységekkel kapcsolatban milyen céljaid vannak még, amiket esetleg szeretném megvalósítani? Igen, tehát mindenképpen elsősorban szeretnék a pályán maradni. Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy nekem ez a jövőm. Tehát én ebbe szeretnék tovább dolgozni. Elhivatott pedagógus. Abszolút, én úgy érzem. És mindenképpen szeretnék még otthon nálunk, ugye Faddon, a közéletben aktívabban részt venni. Uh-huh. Most is részt veszek, mert tagja vagyok a Helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének. Uh-huh. Ez egy kis tömörülésem, ugye próbálja ugye keresztény értékek mentén ugye a falunak az életét ugye rendezgetni. Uh-huh. És ebből is ugye igyekszem ugye kivenni a részemet. Ez egy nagy megtiszteltetés egy cigány emberként, uh-huh. úgyhogy mindig szívesen megyek közéjük, és próbálunk valami okosat kitalálni a falu életében. Te sem úszod meg azt, amit a többi példaképemtől kértem. Szeretnék egy valamint üzenetet kérni tőled, nem csak magamnak, hanem a nézőknek is, amiben mi is tudunk esetleg építkezni, okulni. Igen, ezen sokat gondolkodtam, mert láttam már ugye a műsorra példát, és eszembe jutott egy tanítványom, jelenlegi tanítványom, aki azt szokta nekem mondani mindig, hogy tanulni és jól viselkedni jó, mert megéri. Úgyhogy legyen ez a mi mottunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad a meghívást. És köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kérem, tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión.